A Rózsa Hölgyek Társaságának szervezésében ma egy jótékonysági bálnak lehetünk a részesei. De hogy kik is ezek a magyar nők és asszonyok, akik a szeretet, a jóság és a harmónia nagykövetei Kárpátalján? És mi a legfőbb célja társaságuknak? Megtudhatjuk a Nőidőből. Nem sokára kezdődik a bál, érkeznek a vendégek, nagy itt a sürgés-forgás, megérkezik az ital, az étel. Izgulsz a bál miatt? Nagyon izgulok. Hosszú készülődés előzte meg, bár már második alkalommal szervezzük meg mind bált, de mégis nagyon nehéz. 140-200 főre számítunk így nagyjából. A konzulátus segítségével küldtük ki a meghívókat, illetve barátok is jönnek, ismerősök, családtagok, úgyhogy így egy kis meghitt rendezvény lesz. Kicsit eltereljem a figyelmedet, míg megérkeznek a vendégek. Gyere, beszéljük ki a férjedet egy kicsit, akit Makuk Jánosnak hívnak, és a Beregszentszi járás máltai szeretetszolgálatának az elnöke, ahol te is teljes mellbedobással önkénteskedsz. A férjed mellett érezted meg azt, hogy segíteni mennyire jó? Így bele szoktam abban, hogy folyamatosan valamilyen rendezvényt szervezünk. Azt, hogy mennyire jó, ha odaállsz egy ügy mellé, úgyhogy te szeretnéd ezt megvalósítani. És ekkor éreztem meg, hogy milyen jó akár gyerekekkel foglalkozni, akár csoportokban együtt dolgozni. Ez nagyon jó érzés. Hogyan született meg az a gondolat, hogy Rózsahölgy Társaságot alapíts? Én Kecskeméten lettem rózsahölgyi avatva 2011-ben, és innen jött az alapgondolat. Az ottani vezető Rigóné Kis Éva kezdeményezte, hogy mit szólnál hozzá, hogyha esetleg egyszer ez elindulna nálatok is. Ez jó ötlet, de ez egy óriási feladat, hát ezt én még így nem tudom. És akkor ott eltelt egy kis idő, utána szintén egy rózsahölgyet avattak Kecskeméten, aki itt konzulasszony lett. És ekkor jött az a gondolat, hogy akkor van egy ügyes hölgy, aki kezdeményezi ennek a Rózsa Hölgyek Társaságának megalakulását, és vagyok én is, aki meg még mellé tud állni ismerettséggel, baráti ismerettségekkel, és így alakultunk meg. De hogy kerültél te Kecskemétre? Férjem azt mondta, hogy gyere már el, mert Kecskeméten lesz egy rendezvény. Mondtam, hát jó, de jó volna, ha valami világosat vennél fel. Jó, valami rózsaszint esetleg. Én rózsaszint, hát jó, tehát én kicsit sápat rózsaszín voltam, és útközben, hogy hát, de itt lesz egy rózsahölgyes rendezvény, és akkor ott esetleg lehet, hogy lesznek új rózsahölgyek avatva. Ez nagyon jó, hát megnézzük. És akkor ott, amikor megérkeztünk, akkor mondta Évám, hogy akkor Dián, mi lenne, ha te is rózsahölgy lennél? Hát jó, hát miért is ne? Akkor gyere, és megkaptam a sálamat, és gyere, beállunk, és akkor most rózsahölgyi leszel te is avatva. A férjed tudta? Természetesen. A férfiak mindig mindent tudnak. Ha már a rózsaszínnél tartunk, miért rózsaszín? Nekem bevallom, a rózsáról mindig a piros jut eszembe, de lehet, hogy még ez a szovjet rendszernek a maradványa. Mi a szimbóluma a rózsaszínnek? És mi a szimbóluma a rózsának? A rózsa a szeretet, a kedvesség, a báj. Viszont ha vörösben nézünk, akkor egy erős szín. Viszont a rózsaszín az kedves, bájos, egy harmonikus szín. De ugyanúgy lehetne fehér is. Lehetne, de Kecskeméttől kaptuk az alapötletet, hogy akkor rózsaszín. Mi pedig vittük ezt az alapgondolatot tovább. Most már hagyománnyá vált, hogy minden évben új rózsahölgyet avattok, és már 41-en vagytok. Bizonyan. Hogyan választódnak ki az új tagok? Nem konkrétan kiválasztódnak, hanem akiket az utunkba hoz a sors, barátok, ismerősök, akik érzik azt magukban, hogy tudják ezt vállalni. Hogyan képzeljem el ezt a Rózsahölgy Társaságot? Milyen gyakran találkoztok a rendezvényeken kívül? A rendezvényeken kívül
két hetente, havonta ülünk össze, nagyjából mindig célirányosan, tehát vagy valami rendezvényt szervezünk, vagy egy kirándulást szervezünk, vagy valami apropója van. Van évente vagy évadzáró, vagy évadnyitór családi rendezvényünk, amikor csak mi rózsahölgyek házastársunkkal együtt egy vacsorát eltöltünk. A mai este is azt a célt szolgálja, hogy hátrányos helyzetű gyerekeken segítsetek. Hogyan választódnak ki ezek a gyerekek? Rózsahölgyeink között nagyon sok a pedagógus, de nem csak városból, hanem a környéki településekről is. Akik ott vannak a saját osztályukban, ott vannak a másik osztályban is, látják, hogy kik azok a gyerekek, akik igen, lehet, hogy kívülről azt látjuk, hogy ó, szépen tisztán öltöznek meg tényleg milyen jól nevelt gyerekek, de ők érzik, azt tudják, hogy milyen a hátterük otthon, hogy az anyuka mennyit dolgozik azért, hogy az a tiszta ruha rákerüljön arra a gyermekre, hogy annak a gyermeknek mindig legyen uzsonnája, nagyon sok erőbe kerül, mert a férfiak nálunk nagyon sokan Budapesten dolgoznak, vagy Csehországban, vagy kihol, és az anyukának nagyon nehéz, főleg ahol van 2-3 vagy attól több gyerek, megteremteni a mindenvalót. Te nagyon a szíveden hordozod a gyerekeknek a sorsát. Lelkileg hogyan tudsz kezelni egy ilyen közelebbi találkozást? Nagyon féltem tőle attól, hogy nehéz lesz. De a pillanat hevében, amikor az ember ott van és találkozik egy élethelyzettel, akkor csak a megértés és a szeretet van. Azok után, amikor elváltok egymástól, és tudod azt, hogy ma mosolyt csaltál az arcára, de holnap folytatódik az élete. Ilyenkor abban reménykedek, hogy az az egy nap, amelyekre mi elvisszük kirándulni őket, megmozdít bennük valamit. És én mindig a tanulásra térek vissza, mert azt próbáljuk erősíteni bennük, hogy nem kell mindenkinek főiskolai diáknak lenni, nem kell egyetemi diáknak lenni, egy szakközépiskola, és amikor szakma kerül a kezükbe, akkor a mindennapi élet már könnyebb lesz. Van nekem itt egy puskám, ez a ti fogadalmatok, melyet minden rózsahölgy avatáskor elmondtok. Törekszem arra, hogy úgy éljek, ami által mi magunk és mások is jobbá válhassanak. Mennyire nehéz betartani ezeket a gondolatokat? Nehéz. nehéz szavak, nehéz a mindennapokban ezt átvinni. Törekszünk rá. Ahogy fogadjuk is, törekszünk rá. Nem mindig jön össze, nem mindig sikerül, de szeretnénk, hogy ez így legyen, mert csak így tudunk egy cseppvizet belecseppenteni a tengerbe. Ahó! Sziasztok! Ildikó vagyok. Szia, Patrik. Szia, Ildikó vagyok. Amikor nincsenek itthon a szüleitek, akkor hallgattok a bátyátokra? Igen. Igen? Mindenben ő parancsol? Hát, igen. És te, Roli, mit mondsz erre? Hát hallgatnak rá. Hallgatnak. Ki ismeri közületek a rózsahölgyeket? Én. Dominika, te már voltál kirándulni a rózsahölgyekkel, ha jól tudom. Igen. Milyenek ezek a rózsahölgyek? Hát, kedvesek. Voltál már valamikor Magyarországon? Igen. Igen? És most milyen volt? Hát, jó. Mit láttatok? Hát, sok. Hát, minden jót. Igen? Láttatok várat, voltatok a parlamentben is? Igen. És kire emlékszel a rózsahölgyek közül? Gabika nénire. Én bowlingozni voltam velük. Meg na, voltunk a pizzázóba először, utána elvittek sütizni, utána megmentünk bowlingozni a magnumba. És milyen volt a társaság? Hát nagyon jó, mindenki kedves volt. Vágysz arra, hogy még megtörténhessen esetleg egy ilyen alkalom? Ha, persze. Te most érettségi előtt vagy, igaz? Igen. És milyen terveid vannak, hogyha leérettségizel? Hát még nem tudom. Vannak valamilyen álmaid? Nem tudom, még nem gondolkoztam őt. Mikor kaptok valamit ajándékba, akkor azon meg szoktatok osztozkodni? Persze.
mindenki hagy a másiknak mindenből? Ha csokit kaptok, akkor testvériesen elosztjátok? Hát igen, először betesszük a hűtőbe, és másnap meg megesszük. És ki az osztó? Ki szoktál osztani? Hát anyu, anya. Viki, van a fogadalmatokban egy olyan gondolat, hogy másokhoz szelíden, megértően, értékeit, gondolkodását tiszteletben tartva, jó indulattal közeledjek. Ugye ez nekem alapból jön. Van egy 18 éves felnőtt fiam, aki már túl van a kamaszkon, és van egy 9 éves lányom. És nálunk otthon csak is az dominál, hogy a szép szó, nálunk nincsen kiabálás, nem beszélünk csúnyán. És oda tesszük magunkat, nem mindig sikerül, néha össze kell szorítani a fogunkat, néha erőt kell venni, de minden kimondott szó, egy pillanat, ez többet ér bárminél, egy ölelés. Ezért hálásnak kell lenni, hálát kell érte adni, hogy van egy ilyen lehetőség. Mi sem vagyunk egyszerűek, nekünk is vannak problémáink, rohanó világot élünk, nem könnyű, de az ember, hogyha oda teszi magát és igyekszik, akkor sikerül. Milyen érzés egy női társasághoz tartozni? Felemelő érzés. Nagyon nagy a kihívás, nagyon sokat vállalunk, úgymond, de mindig vannak a hátunk mögött, van, aki segít, van, aki előrébb tol, van, aki tapasztaltabb, van, aki kevésbé, és ez így adja magát. Megbeszéljük, segítünk egymásnak, mindenkire ki van osztva egy kisebb, nagyobb feladat, és ezt megpróbáljuk teljesíteni. Nagyon sokfélék vagytok, nagyon különbözőek. Vannak nézeteltérések, amikor az egyik nem úgy szeretné, mint a másik? Én nem tapasztaltam olyat, hogy bárkinek lett volna a társaságban konfliktusa a másikkal, akár szóban, akár nézetben. Szerintem nem volt, nem tudok róla. Akkor a fogadalomra nagyon gyakran gondol mindenki. Igen, igyekszünk, igen. Igen, nagy megtiszteltetés a számomra, hogy ennek a bálnak a fővédnöke lehetek. Hiszen egy olyan célért gyűltünk ma itt össze, amely azt gondolom, hogy felemelőbb nem is lehetne. A Kecskeméti Rózsahölgyek Társasága azzal a céllal alakult annó, hogy fölkarolja az árva és szegény gyerekeket. És ugyanezzel a céllal alakult meg itt Kárpátalján is a Rózsahölgyek Társasága. A Rózsahölgyek Társaságának száma talán nem sok, de ez a szám is azt jelöli, hogy mennyire elhivatottak azért a célért, amelyet a társaság kitűzött. És én azt gondolom, hogy egy ilyen fiatal társaság életében, hiszen mintegy 3 éve alakultak, minden segítség nagyon fontos. Én azért is gondoltam, hogy a mai rendezvényen a második bálon részt vegyek, hogy kifejezzem nem csak a minisztérium részéről, de a magyar kormány részéről azt, hogy a gyermekek és a család az az elsődleges védendő cél. A tavalyi év ugye a családok éve volt, az idei év pedig a gyermekek éve, a határon túli gyermekek éve is. Én azt gondolom, tisztelt hölgyeim, hogy az a cél, amiért önök összefogtak és amiért küzdenek, egy nagyon magasztos cél. És önöknek köszönhetően ezek a gyerekek olyan élményekben részesültek, amelyekben lehet, hogy nem lett volna részük önök nélkül.
Nagyon sok kárpátaljai család hálás szívvel emlegeti az ön nevét, Marian, több okból is kifolyólag. Az egyik, mikor a rózsahölgyeket megajándékozt egy kirándulással. Milyen volt ez az együtt töltött három nap? Hát most könnyeket csalt a szemem, ez egy váratlan megérintése a lelkemnek. Igazából én egy olyan programot szerettem volna a gyerekeknek nyújtani, ahol átérezhetik azt, hogy milyen igazából az anyaországba is a szívüknek megdobbani mondjuk ópuszta szerem, vagy a parlamenti látogatás. És ugye ezek a gyerekek anyagi és egyéb hiányosságok miatt nem tudtak olyan ajándékot készíteni nekem, amilyet igazából szerettek volna, de ettől sokkal nagyobb ajándékot kaptam. A szívem melegszik minden egyes, mert nem tudom hányszor néztem meg azt a kis videót, ami a következőképpen született. Elmentünk ópusztaszerre, Matul Péter alkotása köré gyűltünk, a turulmadár körül megfogták egymás kezét, imádkoztunk, énekeltünk, majd csend lett, és kérték, hogy Marian, hoztunk neked egy dalt. És a dal cím az a Jó magyarnak lenni. Hát most is nehéz erről beszélni. Egy fantasztikus dalt hallhattam tőlük. Minden gyerek megölelt, én őket, és azt gondolom, hogy örökre a szívükbe zártuk egymást. Hozzáteszem, hogy nekem minden évben van szándékom ilyen kirándulásokat szervezni a gyerekeknek. Idén is szeretnénk, úgyhogy nem üres kézzel jöttem most sem ide. Beregszászra. És mi az a meglepetés? A Rákóczi Szövetség segítségével fogjuk eljutatni a gyerekeket Budapestig, illetve hoztam kirakós játékot, és miután én nagyon sok mindennel foglalkozok, és főleg olyan dolgokkal, ami magyar, vagy az identitást erősíti, most éppen fókuszban a magyar élelmiszer, kézműves magyar termékek állnak. Éppen holnap lesz bemutatva egy ilyen jellegű kiállítás keretében sok ilyen csomag, köztük a libamá is, úgyhogy finom falatokat hoztam a rózsahölgyeknek. Ön Debrecenben született, és a sok nemes célú tevékenysége között van a Hazatér és vetélkedő sorozat, ami eljutott Kárpátaljára is. Akkor ismerte meg személyesebben Kárpátalját? Tulajdonképpen nekem van egy csodálatos mentorom, Osváth Sándor személyében, aki László Gyula tanítvány volt. Többek között ő is tanított már itt a főiskolán, tehát jóval korábban én ismertem Kárpátalját, de a legkomolyabb barátságok 2016 tavaszán születtek. Tudnélik, a hazatérés programnak egy olyan vetélkedő sorozata volt, aminek az volt a célja, hogy olyan ismereteket, történelemismereteket adjunk át a gyerekeknek, amit esetleg történelemkönyvben nem tudhatnak meg, illetve hogy összekapcsoljuk, ami összetartozik. Felvidéket elvittük Erdélybe, Erdélyt elhoztuk ide hozzátok Kárpátaljára, Kárpátalját Délvidékre, aztán Délvidékkel zártuk a sort, egy három napos konferenciával Felvidéken. Mi a 80-as években még nem tanulhattuk a történelmünket, ma már lehet, ki tudja meddig, úgyhogy mindenféle erősítés nagyon jól esik az anyaországból, ami segít megőrizni az értékeinket és a nemzettudatunkat. Köszönöm. És én is ezen vagyok. Köszönöm szépen. Van egy nagyon nemes tevékenységetek a jótékonyságon kívül, ez a rózsatő ültetés. Minden évben a megalakulásunk évfordulójához közel, ez novemberben van, igyekszünk Beregszász egy-egy híres női szülöttének emléket állítani egy rózsatővel és egy emléktáblával. Eddig 4 nőnek állítottunk emléket, Fedák Sári színésznőnek, Horváth Anna keramikusnak, Gulácsi Mária olimpiai bajnok párbajtőrözőnek, valamint Ortutai Zsuzsa festőművésznek. Idén folytatjátok ezt a tevékenykedést? Ezeket a rózsatöveket és emléktáblákat Beregszászban, a Budapest Parkban szoktuk elhelyezni. Tavaly sajnos nem sikerült, mivel a park jelenleg felújítás alatt van, de amint kész lesz, oda már el lesznek helyezve az eddig is
elültetett rózsatövek, és szeretném mindenképpen folytatni ezt a hagyományt. Nagyon örülök annak, hogy képviselhetek egy ilyen társaságot, azokat az értékeket, azokat a gondolatokat, amit ez a társaság tükröz és képvisel, én is magaménak érzem, és úgy gondolom, hogy valóban szükség van arra, hogy az értékeket, főleg a szeretetet, a harmóniát, a békességet, ezeket tükrözzük, ami nagyon gyakran talán alapnak tűnhet, vagy úgy gondoljuk, hogy ezek amúgy is megvannak a világban, viszont a mindennapi életben ezekre valójában rá kellene erősíteni, és még jobban felhívni a figyelmet rá. Szerintem ez a legszebb dolog a világon, mikor az ember tud segíteni, tehát jónak lenni jó, szerintem két szóval. Ha tud az ember adni, az sokkal nagyobb öröm, mint mikor kapni valakitől valamit, bármit. Mennyire érte meglepetésként azt, hogy Rózsahölgynek kérték föl? Hát nagyon meglepett, de mivel hogy szeretem a gyerekeket, és a gyerekekért tenni egy mosolyért, ez nagyon hálás feladat szerintem. És nőként jó érzés egy női társasághoz tartozni? Nagyon jó érzés, igen, hiszen fiatalak vesznek körül, és már ebben a korban, mint én vagyok, kevesen vagyunk, és látni az ő igyekezetét, talpra esettségét, kitartásukat, és sokszor kiharcolnak dolgokat, amiért érdemes küzdeni, ugye, egy-egy dologért, még akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy nincsen meg rá a pénz, de mégis annyival nem hagyják, és addig érdeklődnek, míg azt megtalálják azokat a dolgokat, azokat a lehetőségeket, ahol tudnak segíteni a gyerekekkel. El kell, hogy mondjam, hogy nekem ez szívügyem, mert 30 évet egy bentlakásos iskolába dolgoztam, és most 3 éve már ilyen kedvezményes nyugdíjban vagyok, és mindig kerestem a gyerekeket, és elfelejtjük, hogy mit ettünk, de azt az érzést, hogy az olyan jó, amikor egy mosolyt csalok a gyerek arcára is, és látom, hogy boldog. És a másik, hogy miért jó Rózsahölgynek lenni, ez megtiszteltetés is, mert felkértek le, hogy te nem szeretnél, vagy én szeretném, hogyha te is közénk tartoznál, és én szívesen vagyok ebbe a Rózsahölgyek társaságába. Ez olyan jó. Ez egy kis család már szinte. Nagyon szeretem azt, amit csinálok, és szeretettel teszem, amit teszek. Az eskü elmondása mennyiben változtatta meg az életedet? Számomra nagyon sok mindent jelentett, azóta én is megpróbálok valóban hűen, szebben, kedvesebben, szeretetre méltóbban fordulni a családtagjaimhoz, a munkatársaimhoz és bárkihez, akivel szembe találkozok az utcán a napközben. Vannak olyan megpróbáltatások az életben, amikor kimondanál valamit, de az eskőre gondolsz, és kettőt fújsz, és mosolyogsz? Naponta többször is, igen. Igen, tehát nagyon sokat segít. Egyszerűen megváltoztatja az embernek a felfogását, viszont ehhez komolyan kell hozzáállni, és tényleg hatalmas elhivatottságra van szükség, hogy ezt meg lehessen tartani, ami néha egy kicsit hibázik, de igyekszünk javítani rajta. A fő tevékenységetek a jótékonykodás. Mennyire jó érzés, hogy látod azokat a gyermekeket örülni? Nekem ez már a sokadik hely, ahol jótékonykodom. Egész pici gyermekkorom óta ilyen körökben forgok, és ezért is szerettem volna csatlakozni a Rózsahölgyekhez, hiszen ez nem volt újdonság számomra. És én tényleg hiszem azt, és átérzem azt, hogy jobb adni, mint kapni. Tehát nekem sokkal nagyobb öröm az, mikor a gyerek mosolyog, és olyan gyerek mosolyog, aki mondjuk otthon nem biztos, hogy mosolyogni tud. Uraim, ne feledjék! Yeah!